Január 21-én, másfél hónapnyi szünet után folytatódott a bajnokság. A Soroksár ellenfele az első számú bajnok aspiráns, a Diósgyőr volt. Ősszel nagy meglepetésre sikerült idegenben elvinnünk mind a három pontot a DVTK otthonából, ám az még a Vukmir csapat volt, Kuznyecovval alaposan összekapták magukat azóta. Csapatunkból a télen három alapember távozott, Csontos Győrbe, Haris Paksra, míg a legnagyobb veszteségünk Lőrinci Attila volt, aki a jelenlegi ellenfelünk közigazolt. Kezdőcsapatunkba egy új játékos debütált, Német Erik a középpálya közepén volt védekező középpályás, Nagy Olivér mellett, ezért Hudák egysorra feljebb szerepelhetett. A mérkőzést Görög Mário vezette, asszisztensei Bede Tamás és Bertalan Dávid voltak. A találkozó gyászszünettel kezdődött, ugyanis Mésző Kálmán, Mészáros Ferenc és Pelé is elhunyt 2022-ben. Azonban a soroksári labdarúgást is nagy gyász érte, ugyanis decemberben elhunyt Szuják Tibor, csapatunk egyik leglelkesebb szurkolója és támogatója. A Soroksár SC látványos fejlődése évek óta az ő közemunkája is. Korábban Soroksárért érdeméremmel tüntették ki. Emlékét örökre megőrizzük. Az első 10 perc kiegyenlített játékot hozott, ám itt se, ott se volt helyzet, aztán a 13. percben magasabb fokozatra kapcsolt a Diósgyőr, és Eppel Márton veszélyeztetett, egy fejessel azonban nem talált kaput. 4 perccel később soroksári ellentámadás következtetett, azonban lekontrázott minket a DVTK, Lőrinci Attila pedig tökéletes labdát adott Lukácsnak, aki Holzer mellett elhúzta a labdát és az üresen tátongó kapuba helyezte a diósgyőriek vezető találatát. Olyan paszt adott Lőrinci Attila, mintha már évek óta együtt játszanának Lukáccsal, pedig ez volt az első hivatalos bajnoki mérkőzésük együtt. Nem sokat tétlenkedett a Diósgyőr, hamar le akarták zárni a találkozót. Már 2-0 volt az állás a 23. percben, Lukács ezúttal gólpaszt adott Gerának, aki kapásból a hálóba lőtte a diósgyőriek második találatát. Ezúttal Pintér Dominik maradt le Geráról. Egy lehetőség a másik oldalon a 33. percben Hudák elől mentett Szatmári fejjel. 38. perc, Lőrinci kapott remek labdát, majd lőtt. A kipattanóra megérkezett Eppel Márton, azonban Holzer óriásit védett. Nem sokon múlt, hogy már 3-0 legyen. A szünetben kettőt is cserélt Lipcsei Péter, a télen szerződtetett Sipos Zoltán állt be, és Hegyi Péter is. Azonban a DVTK ugyanott folytatta, ahol az első félidőben abba hagyta, egy gyönyörű Lőrinci szólót láthattunk, azonban Holzer érezte, hova jön a lövés. 50. perc, azonban itt már tehetetlen volt Holzer Ádám, az ellenkező irányba várta a lövést, azonban a bal kezéhez érkezett az Bertus Lajostól, csirmaz volt a gólpasztadó. A 54. perc az első kaput eltaláló lövésünk, Hudák nevéhez fűződik. Hajdú szépen készítette elő játékosunknak a labdát, Hudák azonban Teri Rüsztel előtte azt, Danilovics védeni tudott. A 59. perc, Lukács Dániel már a második gólját szerezte. Holzer ugyan még bele tudott térni a lövésbe, azonban csak Újhegyel, így kikötött a hosszú alsóban. A 4. DVTK gól, aztán egy kis helyzet előttünk is Hegyi Péter elől mentett nagyot Bokros. 85. perc, Könyves Norbert áll be csereként és összehozott egy helyzetet, Csirmaznak passzolt, azonban
köböl lábáról szögletre ment a labda. De egy perc múlva szinte ugyanolyan helyzet, ezúttal Bokros ment el ugyanazon az oldalon, és Lukács Dániel egy kis szerencsével ugyan, de megszerezte harmadik gólját is a mérkőzésen, Mester 3-as. Lukácsnak valószínűleg mi vagyunk a kedvenc ellenfelei, hiszen bő két évvel ezelőtt a Kecskemét színeiben is szerzett ellenünk már Mester 3-ast. Csapatunk a végére sajnos teljesen szétesett. Nem volt több kérdés, megérdemelten nyert a DVTK, ezúttal nekik minden összejött, nekünk semmi. Innen folytatjuk a Csákvár ellen. Soroksár SC DVTK 0-5. Örülök annak, hogy gyorsan tudtunk gólt szerezni, mert ezt beszéltünk meg, hogy agresszívnak kell lenni első pillanattól, és jól jött az a két kihasznált helyzetünk egyből, sikerült gólokat szereznünk. Ezzel szerintem nagyon nehézítettünk meg az ellenfél dolgát, és végig nem tudtak visszaállni, mondjuk úgy, és viszont folytattunk a játékunkat, folytattunk azt, amit gyakoroltunk, csináltunk, és szép győzelmet arattunk. Hogy ennyire nagy lesz a gólkülönbség, vagy a győzelem, nyilván senki nem gondolt volna, de az, hogy tényleg jó futballoztunk, sok helyzetet dolgoztunk ki, erre törekedtünk, és örülök annak, hogy a kivételezés is ma magas szinten volt, és ezért sikerült ilyen nagy gólkülönbségű győzelmet arattunk. Gratulálunk el a Diózsőnek, nyilván sok sikert kell neki kívánni, hiszen érik el a célukat azzal, hogy feljutnak az NB1-be. Tudtam nagyon, hogy egy nagyon jó csapatról van szó, és nagyon jó játékosokból. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó edzőmeccset játszottunk velük, hiszen a mi részünkről minden egyes csapat részben sokkal jobbak voltak. Milyen nagyon-nagyon-nagyon langyos játékot nyújtottunk, hogy ezt most el is mondtam az öltözőbe. Ha ez így megy tovább, akkor nagyon meleg lesz nekünk ez a fél év, és hát akkor sajnos küzdeni kell majd a bennmaradásért. Tehát tudtam nagyon jó, hogy azért 4-3-3-at játszanak olyan kiemelkedő játékosok, akiknek nem szabad területet adni, gondolok itt a Lukácsra, az Atikára, a Lőrincire, tehát ismertük, egy-egybe bárkit megvernek, úgyhogy nyilván 22. perc már 2-0 volt, és nagyon nehéz volt változtatni, csak viszont nem szabad szétesni egy csapatnak így, és nem szabad 5-öt vagy 6-ot kapni. Tehát ebből a szempontból biztos, hogy nem vagyok elégedett, nyilván elmondtam, a játékosoknak is változtatni kell, de most nem szabad arra fogni, hogy elment most nálunk három játékos, a Haris, Lőrinc és a Csontos, itt vannak az új játékos, és mindenkinek bizonyítani kell, és hát engem nem érdekel, hogy kit hogy hívnak, nyilván azt fog játszani, aki jó teljesítmény nyújt, de hát itt most a fél időben cserélhettem volna 8 játékost, akkor se lettem volna előrébb. Azt is tudom, hogy vékony a keretem, nyilván nem olyan, mint a Diózsőrnek, hiszen azért ott minőségi játékosok szálltak be, ott 3-4-0-nál is, tehát ott bejöttek, volt válogatott, volt NB1-es játékosok. Nyilván nekünk talán ez a pozitív, a mai mérkőzésben, hogy a Rácz Marcit be tudtam cserélni. Ő egy saját nevelésű ifjúsági játékos, 2005-es születésű, talán ebben a mérkőzésben ez lehet a pozitív.